Manó táncot járnak a Bonyhádi Általános Iskola alsó tagozatos diákjai Szent Patrik nap alkalmából. Az ír hagyomány 3 évvel ezelőtt kapott teret az iskola életében. A pandémia alatt online oktatásban voltunk otthon, és valami érdekességet szerettem volna a gyerekeknek angolórára bevinni, és azt gondoltam, hogy valamit küldeni, és azt gondoltam, hogy akkor legyen valami hagyomány megmutatása, és egy kicsit a kultúrát is tudjam nekik megmutatni, ami az angol száz országokhoz kapcsolódik, és akkor így innen jött, hogy akkor március közepén ne csak a magyar ünnepet, hanem egy picit ezt az ír ünnepet is megmutassam. A tavaly évben egy kisebb szabású rendezvény volt, már az iskola falain belül. Idén még több programmal készültek mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok számára. A napszíne, a lóheréhez igazodva a zöld, ezért arra kértek mindenkit, hogy viseljenek ezen a napon valamit, ami ilyen színű. A szent életéhez egy csoda is fűződik, amit a diákok is megjegyeztek. Írországból előzte régen a nyergás kígyókat. A felső tagozatos diákoknak zöldbe öltöztető versennyel, míg az alsósoknak a manótánc mellett kreatív feladattal is készültek a szervezők. Egy pázlit kellett kirakni, ami egy Szent Patrikról ábrázoló valamit ábrázolt. A Bonyhádi Általános Iskola programján megismerkedhettek a diákok Szent Patrik kultuszával.